Akkor belekezdünk, akkor bemutatkozok. Kisimon László vagyok, a Vedanta Klubnak az előadója, és ma egy izgalmas témával készültem, ugye a vágyakról lesz szó, a vágyak kvantumfizikájáról, és arról fogunk beszélni gyakorlatilag, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban be tudjuk teljesíteni a vágyainkat, mi dönti el, hogy melyik teljesül és melyik nem? Talán ti is tapasztaltátok már, hogy lehet, hogy nem mindegyik vágyunk teljesül, vagy nem mindegyik akkor, amikor szeretnénk, és hogy mi dönti el, hogy melyik vágyunk teljesül és melyik nem. Elég sok van belőle, tudunk lépni a diával. És lenne egy feladat egyből számotokra, hogy írjátok le, hogy melyik az öt legfontosabb vágyatok. Ugye lehet, hogy van belőle sok, de az lenne az első kérésem, hogyha van esetleg nálatok ott egy darab papír, toll, vagy akár a számítógépbe is beírhatjátok, hogy mi az öt legfontosabb vágyatok, és sorrendben. Lépjünk ki a diával. Igen, itt látjátok a dián, hogy van sok vágy, sorban állnak a teljesülés érdekében, és írjátok le, hogy mi az öt legfontosabb ezek közül. Egy kis időt adok nektek, hogy gondolkozzatok rajta, és utána megyünk tovább. Hogyha megyünk tovább, ugye már, hogy melyik vágyunk teljesül, vagy melyik a legfontosabb, az azon függ, hogy mennyire akarjuk őket, mert lehet, hogy sok vágyunk van, de nem mindegyiket ugyanannyira akarjuk, és különböznek a vágyaink attól, hogy mennyi időt, energiát és figyelmet fordítunk rájuk. Tehát, hogy mennyi figyelmet adunk nekik, mert a figyelmünk az olyan, mint egy valuta, olyan, mint egy fizetőeszköz. És amennyire befektetjük a figyelmünket valamelyik vágyunkkal kapcsolatban, akkor az annyi energiát fog kapni. Hogyha megyünk tovább, akkor ugye itt van még néhány kérdés, hogy mit remélünk attól, hogy mi történik akkor, amikor ezek a vágyak beteljesülnek? Mi fog akkor történni? Itt láttok egy kis bejátszást, van egy futónk, aki éppen beír a célba, és nagyon boldog, amiért beír a célba, hogy mit várunk akkor, hogyha elérjük azt a vágyunkat, mi fog akkor történni. És van még egy a következő dián, hogy láttok-e akadályokat? Láttok-e akadályokat, amelyek gátolják a vágyaitokat? Ezt is le lehet írni, hogyha valamit úgy éreztek, hogy nem sikerül, hogy mi miatt nem sikerül. Hogyha ezt is le tudjátok írni arra a darab papírra, hogyha megvan, hogy mi miatt nem teljesülnek ezek a vágyak. És akkor itt belekezdenék abba a következő dián, ugye, az volt az előadásunk címe, hogy a vágyak kvantumfizikája. Az első kérdés felmerül, hogy hogyan jön ide a kvantumfizika, mi a köze a vágyainkhoz. Igazából a kvantumfizika ott került bele az egész képbe,
hogy amikor ugye jó pár évtizeddel az előző évezredben még kutatták a kvantumfizikát, Einstein, Bohr, Heisenberg és mások, akkor amikor van egy kvantumfizikai kísérlet, akkor a kvantumfizikai kísérletnek a megfigyelőjének a tudata hatást gyakorol magára a kísérletre. Ugye ez azért fontos ebből a szempontból, ahogy Einstein felfedezte, hogy ugye a részecskéknek van hullámtermészete, van részecske természete, amely az anyagra vonatkozik. Ugye a legtöbb vágyunk az lehet, hogy az anyagra vonatkozik, és a tudatunkkal hatást tudunk gyakorolni az anyagra. Tehát ugye itt látjátok ezen a dián, hogy a részecskéknek, ugye az anyagnak van részecske természete és hullám természete. És miért érdekes ez? Nézzük tovább. Ez azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy az anyag és az energia egymásba átalakítható. Tehát, hogy a tudatunkkal, amikor hatást gyakorunk az anyagra, az azt jelenti, hogy megfigyeljük az anyagot, és nem mindegy, hogy milyen tudatban vagyunk, hogy mi az elvárásunk ezzel kapcsolatban, akkor tudjuk befolyásolni a kimenetelét. Ugye, amit megfigyeltek ezek a tudósok, hogy amikor volt egy kvantumfizikai kísérlet, és ugye az gyakorlatilag arról szól, próbáltak belemenni az atommagba, és próbálták keresni, hogy hol van az elektron, és az elektronok úgy viselkedtek, ahogy az el volt várva tőlük. És ez nagyon meglepte őket, hogyha volt egy másik tudós, és ő neki más volt az elvárása, akkor az elektron máshol bukkant fel. És hogyha volt egy másik személy, akkor az ő elvárásához igazodott. Ez azt jelenti, hogy a körülöttünk lévő világ reagál a mi elvárásunkra. De nem mindegy, hogy hogyan reagál. És hogyha megyünk tovább, ugye Einsteinnel kapcsolatban, ugye ő nagyon sok időt, energiát beletett a kvantumelméletbe, beletett ugye a saját relativitás elméletébe, mert kell, hogy legyen ennek valami gyakorlati, praktikus haszna a mi szempontunkból. Szeretnék még előzőleg elmesélni Einsteinről egy sztorit. Ugye Einstein, mint mindannyian tudjuk, egy nagyon intelligens ember volt, nagyon okos ember volt, de még ezek a nagyon intelligens és okos emberek is, okos embereket is be lehet csapni. És az a sztori úgy szól, hogy Einstein utazott a repülőgépen, és ült mellett egy indiai üzletember. És az az üzletember, ez unatkozott, Einstein is unatkozott, ugye Európából Amerikába átrepülni, ez legalább 6 órás út, lehet, hogy még több is, attól függ, hogy Amerika melyik részére utazik. És próbálták mulatni az időt, és Einstein felajánlotta az üzletembernek, hogy játszunk egy kicsit. És az volt a játék, hogy mondta, hogy én egy tudós vagyok, és hogyha én kérdezek valamit öntől, és nem tud rá válaszolni, akkor fizet nekem $5. Hogyha ön kérdez tőlem, és én nem tudok rá válaszolni, akkor fizetek önnek $100. És akkor az üzletember gondolta, hogy ez egy jó üzlet, hogyha én nem tudok valamit, akkor csak $5 fizetek, ha ő nem tud valamit, akkor ő $100 fizet, és akkor belement a játékba, felmerült a kérdés, ki kezdje, és akkor az üzletember mondta, hogy kedves professzor, akkor kezdje ön. És akkor Einstein kérdezte, hogy mi a nap és a föld átlagos távolsága. És akkor az üzletember vakarta a fejét, hát nem tudom. És
akkor odaadott neki $5. És akkor a üzletember volt a sor, és akkor ő kérdezett, és akkor azt kérdezte tőle, hogy melyik az az állat, ami felmegy a hegyre, akkor 4 lába van, és amikor lejön a hegyről, akkor pedig csak 3. Einstein szintén vakarta a fejét, nem tudta a választ. Megnézte volna a Google keresőbe is, hogyha akkor lett volna, de nem tudta megnézni, próbálta a könyveit keresni, de sehogy nem találta a választ. És nagy bosszúsan akkor átnyújtott az üzletembernek $100, hogy akkor itt van. És az üzletember nagyon megörült a $100, zsebre tette, és akkor kicsit lefekült, vagy lepihent, kicsit becsukta a szemét, aludt egy kicsit. És Einsteinbe folyamatosan ment az elméje, mi lehet az az állat, ami felmegy a hegyre, 4 lába van, és lejön a hegyről, akkor már csak 3 lába van. És nem bírta tovább az egója, nem bírta, hogy nem tudja erre a választ, és felkeltette az üzletembert. Melyik az az állat, ami felmegy a hegyről, és 4 lába van, és lejön a hegyről, akkor már csak 3 lába van. És akkor az üzletember válaszolt neki, én ezt nem tudom, és adott neki $5. Ugye ez a kis anekdota csak azt igyekszik szimbolizálni, hogy még a legokosabb embert is be lehet csapni. Az azt jelenti, hogy bennünket is be lehet csapni, és az elménk és a vágyaink időnként becsapnak bennünket. És hogyha lapozunk tovább, akkor ugye Bohrnak volt ez az elmélete, hogy a megfigyelő elvárásaihoz igazodik egy kvantumfizikai kísérletben a résztvevő protonok, neutronok, elektronoknak a mozgása. És ezt próbáljuk most ezt az elvet megnézni a vágyainkkal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezt a mindennapinkba alkalmazni. Mert ez lesz a fő elv, amit fogunk alkalmazni. Hogyha megyünk tovább, ugye itt fel is lesz téve a kérdés, hogy igen, mit tudunk ezzel kezdeni, mert ez egy nagyon szépen hangzik, de hogyha nem vagyunk kvantumfizikusok, akkor ez sokat nem mond számunkra. És tényleg így önmagában, ha nem csinálunk kvantumfizikai kísérletet, ennek nem sok haszna van. De viszont, hogyha akarjuk beteljesíteni a vágyainkat, akkor a tudatunkkal, hogyha megfelelő módon hatással vagyunk az anyagra, akkor ez tud manifestálódni. Ugyanúgy, ahogy egy kvantumfizikai kísérletben a kísérletet végző tudósnak a tudata hatással volt a kísérletre, és ugyanígy a vágyaink beteljesítésének kísérletébe a tudatunk az nagyon nagy szerepet játszik. És akkor arról fogok beszélni, hogy akkor hogyan tudjuk úgy finomítani a tudatunkat, hogy akkor a vágyaink be tudjanak teljesülni. És a következő diára, hogyha lépünk, ugye két másik elvet fogunk alkalmazni, és ez az elv pedig, hogy kitűzzük a vágyainkat, kitűzzük a céljainkat, és utána elengedjük. Ugye itt látjátok ezt a képet, hogy ez a hölgy kihúzza az íjat, és utána elengedi. Ugyanúgy nekünk is ki kell tűzni a céljainkat, ki kell tűzni a vágyainknak a beteljesülését, és utána el kell tudni engedni. Mert sokszor, hogyha csak görcsösen ragaszkodunk valamihez, és nem engedjük el, akkor nem tud beteljesülni. És hogyha megyünk tovább, akkor ezt a két elvet fogjuk kibontani. Gyakorlatilag az előadás ugye ennek a két elv mentén fog tovább folyni, hogy tűzzük ki a céljainkat, és utána hogy engedjük el. És akkor itt az egyik barátom, Námarucsi Prabhu fog ebbe nekünk segíteni,
hogy milyen törvények alkalmazása vezet az álmainktól a fizikai megvalósulásig. Ugye, mert mindenkinek vannak vágyai, de itt felmerül a kérdés, hogy mi különbözteti meg a vágyakat, vagy mi különbözteti meg az álmokat a konkrét céloktól. És hogyha megyünk tovább, akkor itt lesz 7. Lesz 7 elv. A sikernek a receptjét fogjuk elmondani. A Vedanta Klub főszakácsának bemutatójában, hogyha tudunk tovább menni. Ez a 7 pont, hogyha ezt le tudjátok írni, vagy fel tudjátok jegyezni, az első 4 a kitűzéshez kapcsolódik, és az utolsó 3 az pedig az elengedéshez. Mert mind a kettőt kell alkalmaznunk. Ki kell tűzni a célokat, és utána el kell tudni engedni. És az első pont nagyon röviden arról szól, hogy pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk. Mert sokszor, hogyha ez ködös és nem tiszta, akkor az nagyon nehezíteni fogja, hogy az be is tudjon teljesülni. A második, hogy ezt a célunkat akkor részt célokra kell tudnunk bontani. Akkor a harmadik nagyon fontos, hogy arra fókuszáljunk, amit akarunk, és majd részletekbe belemegyünk, hogy akkor hogyan fókuszáljunk. És nagyon fontos, hogy arra viszont ne, amit nem akarunk. És ez egy nagyon, nagyon, nem mondom, hogy érdekes, de egy magyar sajátosság, hogy sokszor arra fókuszálunk, amit nem akarunk. Tehát, hogy amikor arra fókuszálunk, amit nem akarunk, akkor azt a növényt öntözzük, amit nem akarunk növeszteni, de sajnos ezt csináljuk. És a negyedik lépés, hogy nem mindegy, hogy milyen érzelmekkel locsoljuk. Mert hogyha egy pozitív cél negatív érzelmekkel van társítva, akkor az akadályozni fogja. Például, nem tudom, valaki éppen vizsgára készül, most a utolsó vizsgák zajlanak az egyetemeken, és hogyha valaki akar egy jó jegyet érni a vizsgákon, és közben mindig aggódik és fél, akkor, hogy nem fog sikerülni, akkor az nagyon lerontja az eredményességet. Tehát nagyon fontos, hogy a jó pozitív céljainkat vagy vágyainkat pozitív érzelmekkel kell társítani, az ad neki erőt, az ad neki teret. Az érzelmek az olyan, mint egy... És ahhoz, hogy menjenek előre a vágyaink, akkor pozitív érzelmeket kell tankolni a tudatunkba, hogy azok meg tudjanak valósulni. Akkor a 5., ugye ez az elengedés. Egy másik akadály, ami elő szokott fordulni, hogy amikor valaki tényleg akar valamit, de hogyha túl görcsösen akarja, akkor ez megint csak akadályozni fogja ezt a beteljesülést. Tehát, hogy nem szabad, hogy rágörcsöljünk valamire, hanem kitűztük a célunkat, majd belemegyünk a részletekbe, és utána kell tudni elengedni. És amikor el tudjuk engedni, akkor elkezd történni a folyamat. És amint említettem, nagyon fontos, hogy legyen bizalmunk. Legyen bizalmunk, és ez a bizalom, ugye a mai menedzsment irodalom sokszor beszél arról, hogy bízzál saját magadban, az is valami, jobb, mint hogyha valaki nem bízik saját magába, de hogyha esetleg valaki hisz abban, hogy léteznek magasabb rendű személyiségek, esetleg létezik egy legfelsőbb személy, és beléveti a bizalmát, akkor sokkal könnyebben tud a vágya beteljesülni. És a 7. lépés pedig, hogy nyitottnak lenni, amikor postázzák nekünk a vágyaink beteljesülését. Mert sokszor ott is el lehet rontani, hogy már
éppen hozzák a csomagot, csak nem vesszük át a csomagot. És azért nem vesszük át a csomagot időnként, mert a csomag sokszor nehézségekben van csomagolva. Tehát, hogy maga az ajándék, amit kapunk, nehézségekben van csomagolva, és amikor a nehézséget, a csomagolást félreértjük, és elutasítjuk, akkor nem fogjuk megkapni azt, amit igazából szeretnénk. Jó, akkor ez nagyon röviden a 7 lépés, amin ma át fogunk menni, és akkor utána most belemegyünk az elsőbe, hogyha tovább tudunk lépni, hogy elkezdjük a szándékkal, hogy nagyon tiszta kell legyen, hogy mit akarunk. Nem tudom, hogy mennyire hallottatok arról, hogy hány embernek vannak leírt céljai. Mit tippeltek? Van valakinek tippje, hogy mondjuk a Magyarországon a lakosság hány százaléka rendelkezik írott célokkal? Szerintem valakinek? 3. 3% valakinek? Csetbe is írhatjátok, hogy... Itt vagytok? Öt százalék, 3%. Azt hiszem, hogy nagyon jól tippeltétek. Igen, ilyen 3-4% gyakorlatilag. Tehát, hogy a lakosságnak, mondjuk a Magyarországon, és más országokban se sokkal jobb, hogy körülbelül a 3-4%-a rendelkezik írott célokkal. És ebből a 3%-ból 1% van, aki rendszeresen azt elő is veszi. Általában ők a társadalom vezetői. Tehát, hogyha akarjuk, hogy egy vágyunk beteljesüljön, először tisztán kell látni, hogy mit is akarunk igazából. És ehhez jó ezt leírni, ezt a dolgot. És ugye kérdeztem azt, hogy mi a különbség az álom és egy cél között, hogyha megyünk a következő diákra, akkor igazából az álom az egy cél, vagy a cél az egy álom határidővel. Tehát az azt jelenti, mehetünk a következőre, hogy le van írva valami. Hogy tudjuk, hogy ezt akarjuk, tudjuk, hogy mikorra szeretnénk, ugye ez Napóleon Hill-től származik ez az idézet, hogy a cél nem más, mint egy álom határidővel, tehát, hogy pontosan le kell tisztázni, hogy mit akarunk. Ez az első lépés, és ez nagyon konkrét kell, hogy legyen. Tehát, hogy ugye van ez a mondás, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Tehát, hogyha mi nem tudjuk, hogy mit akarunk, akkor ki más tudja, és hogyha valaki akarna nekünk segíteni, akkor honnan tudja, hogy miben segítsen. Akkor, hogyha lépünk tovább a következőre, ugye a részcélokhoz, tehát, hogy nagyon fontos, itt megint ez a hit vagy a bizalom, hogy akkor indul el a cselekvés, hogyha mi ezt el tudjuk képzelni, vagy el tudjuk fogadni, hogy ez be tud teljesülni. Mert hogyha valakinek van egy olyan célja, amiben nem hisz, nem bízik benne, hogy ez be tud teljesülni, akkor nagyon nehéz jó eredményt kapni. Tehát, hogy a hit vezet bennünket el a cselekvéshez, és a cselekvésen keresztül kapunk eredményt. Tehát, hogy mindenkinek van valamilyen fajta hite. Tehát, hogyha valaki nem hisz a gyógyszertárban, akkor nem fogja kiváltani azt a gyógyszert. Hogyha valaki nem hisz abban, hogy a busz el fogja vinni arra az állomásra, ahova akar menni, akkor nem fog felszállni. Tehát, hogy igazából a életünknek a minden lépés, életünk minden lépését áthatja a hit, ami lehet lelki természetű, vagy anyagi természetű, tehát ugye a hit az mindenkinek ott van, csak a kérdés, hogy mibe fektetjük ezt a hitet. Tehát, hogy nagyon fontos, hogyha akarunk elérni valamit, hogy akkor bízzunk ebben. És amikor ezt a célunkat lebontjuk részcélokra, akkor kapunk egy utat. Tehát, hogy mondjuk
Én most itt vagyok Pécsett, és hogyha el akarnák jutni Budapestre, akkor vannak közbűső célok, közbűső állomások, amin keresztül kell, hogy menjek. Jó, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy amikor akarunk valamit, tudjuk, hogy mi a végcél, akkor azt le kell tudnunk bontani részcélokra. És hogyha megyünk a következőre, akkor itt van egy nagyon fontos dolog. Ugye a harmadik lépés a fókusszal kapcsolatban, hogy nem mindegy, hogy mire fókuszálunk. És ez a fókuszt... Mi történt? Sikerült? Tehát, hogy van egy úgynevezett retikuláris aktiváló rendszer. És erről beszéltem, nem tudom, hogy múlt héten itt volt-e valaki közületek, de most megismételném, hogy most mit látunk a körülöttünk lévő valóságból, az nem mindenkinél ugyanaz. Mert nagyon sok információ vesz körül bennünket, és ebből a körülöttünk lévő valóságból nem mindannyian ugyanazt látjuk, nem mindannyian ugyanazt tapasztaljuk, azért, mert nem mindannyiunkat ugyanaz érdekli. Hogyha mondok egy nagyon egyszerű példát, amit említettem múlt héten, hogyha egy újonnan berendezett konyhába éppen főz a háziasszony, akkor hogyha oda bemegy egy ugye konyhai lakberendezésekkel foglalkozó személy, akkor ő azt fogja látni, hogy milyen berendezés van a konyhában. Mert őt az érdekli, és azt fogja nézni, milyen sütő van, milyen hűtőszekrény van, milyen mikrosütő van, stb. Stb. Hogyha bemegy oda egy gyerek ugyanebbe a konyhába, aki éhes, ő azt fogja keresni, hogy milyen ételt főznek éppen, hogy mit lehet majd megenni, és akkor ő azt keresi. És hogyha bemegy egy fiatal férfi ebbe a konyhába, ő azt fogja nézni, hogy ki az a fiatal hölgy, aki éppen főz, mert akkor őt azt fogja érdekelni. Ugyanazt a konyhát látják, de mivel mind a három személynek más a tudata, akkor mást fognak látni, vagy mást fognak észrevenni. És ugyanígy mi a körülöttünk lévő valóságból azt fogjuk észrevenni, ami érdekel bennünket. És lehet, hogy nagyon sok minden elkerüli a figyelmünket, azért, mert nem figyelünk oda rá, vagy nem érdekel bennünket, vagy nem fókuszálunk arra. És ez a retikuláris aktiváló rendszer, ami a agyunkba vagy a fejünkbe működik, ez arról szól, hogy ugye nem mutat meg nekünk mindent, mert olyan sok információ van a körülöttünk lévő világból, hogy nem tudnánk azt egyszerre feldolgozni. Ugyanúgy, mint hogyha valakinek van 1-2 ezer Facebook ismerőse, és mind a 1-2 ezer Facebook ismerőse feltesz naponta posztokat, a Facebook nem fogja mindegyiket megmutatni, mert az csak túl sok lenne. Nem tudom, hogy mit kezdenék naponta mondjuk 1000 poszttal. Hogyha 1000 Facebook posztot végig kéne nézni, az elég fárasztó lenne. De mi alapján választja ki a Facebook, hogy melyiket mutassa meg, és melyiket ne? Nem mutatja meg mindegyiket. Mi az ötletetek? Hogy melyikre keresünk rá, vagy kikkel beszélgetünk. Tessék? Hogy kikkel beszélgetünk. Kikkel beszélünk, igen. Melyiket lájkoljuk. Melyikre kattintunk rá, igen, gyakorlatilag, mert ez alapján dönti el, hogy mi érdekel bennünket, melyikre klikkelünk, melyiket lájkoljuk, melyiket, igen, melyikkel, kivel beszélgetünk rendszeresebben, azokat fogja megmutatni. Ugyanígy ez a retikuláris aktiváló rendszer azt választja ki, hogyha megyünk a következő diára, hogy melyikre fókuszáljuk a tudatunkat. És azzal kapcsolatban fog megmutatni dolgokat, hogy mi az, ami érdekel bennünket. És itt nagyon hangsúlyosan feljön az, hogy mire fókuszálunk, hogy
mire figyelünk. És itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy pozitív dolgokra figyelünk, nem mindegy, hogy negatív dolgokra figyelünk, mert hogy a negatív dolgokra fókuszálunk, akkor azt fogja mutatni. Sajnos a negatív dolgok hajlamosabbak uralni a tudatunkat. Ugye ugyanúgy például a hírekbe is, vagy az újságokba is, azokat mutatják meg gyakrabban, azok a hírek érdekesebbek, amikor történt valami, valami katasztrófa történik, valahol háború van. Ugye most volt koronavírus járvány, most már kezd visszamenni, de az utolsó pár hónapban gyakorlatilag a híreknek a nagyon nagy százaléka erről szólt, hogy éppen mi van a koronavírussal. És ezt sokkal jobban mutatják. Volt egyszer egy ember, aki akart egy olyan újságot indítani, amiben csak pozitív híreket közölt volna. És el is indította, csak az volt a probléma, hogy egy idő után nem vették a magazint, mert túl unalmas volt, mert az embereket jobban érdekli a szenzáció, jobban érdeklik a negatív hírek. És gyakorlatilag erre az újságírók rá is mennek, hol történt valami probléma, hol van valamilyen katasztrófa, mert az jobban kiváltja az embereknek a figyelmét. De viszont, amikor mi a vágyainkat akarjuk beteljesíteni, nagyon fontos, hogy arra fókuszáljunk, amit akarunk, és ne arra, amit nem akarunk. Mert hogyha negatív dolgokra fókuszálunk, akkor negatív dolgok fognak megnyilvánulni az életünkben. Az egyik tanítómesterem mondta, hogy a depresszió az ima azért, amit nem akarunk. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ne azért imádkozzunk, amit nem akarunk, hanem azért, amit akarunk igazából. És hogyha menjünk tovább, ugye a fókusszal kapcsolatban, hogy sajnos tudunk tudatosan fókuszálni, és tudunk nem tudatosan is fókuszálni. Ugye van tudatos fókusz és vizualizáció, és van nem tudatos fókusz és vizualizáció. És sajnos ennek nagyon, nagyon furcsa az aránypára. 5% az általában, az átlag embernél, amire tudatosan fókuszál, és 95% amire nem tudatosan fókuszál. És ez a 95%, ez a korábbi klikkeléseinkből, vagy a korábbi lájkulásainkból adódik. Ugye, mert tudunk tudatosan gondolkodni egy témán, és tudunk nem tudatosan is sajnos. Ez ugyanolyan, mint a lélegzésünk, hogy tudunk tudatosan lélegezni, és amikor nem figyelünk oda a lélegzésünkre, akkor is lélegzünk, ugye természetesen. És ugyanígy van a gondolatainkkal is, tudjuk a gondolatainkat tudatosan irányítani egy témára, és amikor nem tudatosan irányítjuk a gondolatainkat egy témára, akkor is vannak gondolatok a fejünkben, de nem tudatosan. És ez az a 95%. És ez a 95% az a 95%, amire korábban fókuszáltunk. Ugyanúgy a Facebook vagy a Google ugyanezt csinálja, hogy olyan tartalmakat mutat meg nekünk, amire korábban kattintottunk, amit korábban lájkoltunk, és ugye olyan reklámokat mutat meg nekünk, és gyakorlatilag ez történik az elménkben is. Hogy ez a nem tudatos fókusz, ez a korábbi klikkeléseinkből, vagy a korábbi fókuszainkból adódik össze. És ezért szeretném kitisztázni, hogy nagyon fontos, hogy most mire fókuszálunk. Hogyha akarunk valamit elérni, akkor fókuszáljunk arra, amit akarunk,
és tudatosan kerüljük el, ne adjunk energiát annak, amit nem akarunk. Ez nagyon fontos, ez egy, szintén egy nagyon fontos elv. És hogyha megyünk tovább, az elménket hasonlíthatjuk egy kerthez, és ugye egy kertben vannak haszonnövények, és vannak gyomok, és nagyon fontos, hogy az elménknek, vagy a szívünk kertjébe azokat a növényeket ültessük el, azokat a magokat ültessük el, amit akarunk, és amit nem akarunk, a gyomokat pedig ki kell húzni. Ki kell venni a gyomokat, hogyha tovább lépünk, ugye, akkor ott látjátok a következő ábrát, hogy húzzuk ki a gyomokat. És hogy húzzuk ki a gyomokat? Igazából a legegyszerűbb módszer, hogyha nem locsoljuk őket. Nem locsoljuk, és akkor elkezdenek kiszáradni, de tudatosan is elutasíthatjuk, hogy én ezt nem akarom. Nem akarom, és nem akarok foglalkozni vele. És akkor ez olyan, mint hogy kihúzzuk ezt a gyomot. És amit pedig akarunk, akkor pedig azt bent tartjuk, azt pedig locsoljuk a tudatunknak az energiájával. Tehát, hogy mi kezünkben van, hogy mit hagyunk meg, és mit húzunk ki. Jó, megyünk tovább. És amikor, főleg, hogyha kitűzünk egy olyan célt, ami kicsit túlmutat az eddigi céljainkon, lehet, hogy nem annyira kényelmes, ki kell lépni a komfortzónából, ez lehet, hogy először tiltakozást fog kiváltani belül a tudatunkba. Ó, ez túl sok, ez túl kényelmetlen, ezt nem akarom. És át kell menni egy belső tiltakozáson. És ez a, hogy honnan adódik, vagy miből adódik ez a belső tiltakozás, akkor szeretnék megmutatni nektek egy videót, hogy hogyan működik ez a... El tudod indítani? Oké, remélem, hogy sikerül elindítani ezt a videót, amit hoztam nektek. Sikerül? Látjátok? Lieutenant, don't let anything pass through to Central Command that does not match pre-programming. Checking all data against self-image blueprint manifestos for lifestyle, money and finances, business success, health and fitness, food. Restrict all non-compliant input from Dave's awareness. Not match with self-image blueprints, therefore denied. Proceed with normal behavior and thought patterns. Any word from General Amygdala today? General Amygdala is on alert, but there is no danger, but all is well. And I assume we're on a steady course. The psycho-cybernetic mechanism is resting comfortably. We are within normal self-image limits. Very good, Lieutenant. Carry on.
So Dave, come on, tell me, have you decided to join us yet? We can show you how to become a millionaire or even a multi-millionaire, and we'll show you how to do it just one step at a time. Holy smokes, General Amygdala is freaking out. What is Amygdala reacting to? Get off the phone! He doesn't know what he's talking about! The only way to make money is years of hard work! This is gonna cost us money! Well, you know, yeah, I have been thinking about it. Hang up! Lieutenant, get us out of here! Generate more anxiety! More doubt! More fear! Release cortisol and epinephrine into the system! Stat! Oh my God, what is he doing? You know, I just don't know. I'm telling you, it's easy. Just take these action steps, and I promise you, you'll achieve the lifestyle that you've always dreamed of and that you really want to have. Well, it really would change my life. It'd definitely turn it around. All right, let's do it. I'm sorry, Dave. I cannot allow you to do that. It is not consistent with your programming and self-image. I will now engage automatic override for course correction. Wait a minute. Just, you know what, on second thought, you know, I need some time to think about this. It just really isn't the right time. Let's talk next month, all right, ma'am? Thanks. Bye. Do I really want to make more money and pay more taxes and have more employees and eat at fancy restaurants? And who cares about being in shape? I'm just not ready. I need a snack. Good work, everyone. Hey, we stayed the same. Aha. Most jó, hallottok megint? Hogy tetszett a videó? Ugye ez beszél arról, hogy van egy belső tudatalatti programozás. Igazából ezt mind csináltuk korábban, hogy mi az, ami belefér az én képünkbe, és mi az, ami nem. Mi az, ami elérhető számunkra, és mi az, ami nem. És hogyha kitűzünk egy olyan célt, ami túlmutat ezen, akkor van egy belső tiltakozás először. És át kell menni ezen a belső tiltakozáson, hogyha nagyobb célokat kell kitűznünk. És a módszer, amin keresztül mi segít bennünket abban, hogy át tudjunk menni ezen a belső tiltakozáson, az pedig, hogy újra programozzuk az elménket, és ennek legjobb módja a vizualizáció. És a vizualizáció az azt jelenti, hogy meditálunk azon, hogy mit akarunk. És ez nem csak azt jelenti, hogy meditálunk azon a formáján, hogy milyen, hogy fog kinézni, mikorra lesz meg, hanem meditálunk azon is, hogy milyen érzés lesz, amikor ez meg lesz nekünk. Tehát, hogy ez a kettő együtt. Hogy tudjuk, hogy mit akarunk, és egy megfelelő érzelem, mert ezt majd később be fogom mutatni részletesen, tehát, hogy kik vesznek részt a történetben, hogy nem azon, hogy fog történni, hanem azon, hogy mi lesz a végkimenetel, mi lesz az, amikor ez megvalósul. Tehát, hogyha mondjuk valaki szeretne átmenni a vizsgáin, akkor hogy fog kinézni, amikor befejezte a vizsgáit, és akkor nagyon boldog, nagyon elégedett, és milyen érzés, amikor befejezte a vizsgáit, és mindegyik vizsgájá sikerült, úgy, ahogyan ő szerette volna, és akkor ezen meditál, ezen gondolkodik, hogy milyen kép kapcsolódik hozzá, kinek fogja ezt elmondani, és ez a meditáció, ez a kép. És hogyha
Megyünk tovább. Ugye nagyon fontos, hogy ugye az elménk hogyan reagál arra, amin meditálunk, és hogyan reagál a valóságra. Itt néztek egy kis videót. Ez a videó arról szól, hogy ez a kisbaba megkóstol egy citromot. Ez a kisfiú. És hogyha azt mondom nektek, hogy milyen íze van ennek a szelet citromnak, hogyha ti bevennétek a szátokba, és nem tudom, hogy hányatok érzi már a citromnak az ízét, ugye nincs citrom, amiben mi beleharapunk. De hogyha elképzeljük, hogy milyen lenne beleharapni egy citromba, ugyanígy, akkor lehet, hogy körülbelül ilyen arcot vágnánk megint, mint ez a kis fiú, és akkor elkezdjük érezni azt az ízt, hogy elkezd a, ugye, a nyál összefolyni a szánkba, és akkor elkezd ez az citromíz, elkezdjük érezni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az elménk nem tudja a különbséget, hogy valami ténylegesen megtörtént, vagy csak elképzeltük. És ez mind működik, mind pozitív szempontból, mind negatív szempontból. Tehát ugyanígy, hogyha valami rossz dolog történik, akkor az kivált egy ahhoz kapcsolódó hangulatot. És hogyha csak meditálunk egy rossz dolgon, ami nem feltétlenül történt meg, akkor az ahhoz kapcsolódó hangulat is elkezd rátelepedni az elménkre. És nagyon fontos, hogyha akarunk egy pozitív dolgot elérni, akkor meditáljunk azon, hogy milyen lesz akkor, amikor ezt elérjük. És hogyha megyünk tovább, ugye, hogy ez a belső kép, hogy jó minőségű legyen, akkor pozitív érzelmekkel kell társítani. Mert az elménk az olyan, mint egy fényképezőgép. És lehet, hogy ti már nem dolgoztatok ilyen fotópapírral, ami a régebbi fényképezőgépeknél a filmelőhívásnak az alapvető gyakorlata volt. Ugye itt láttuk egy régi fotótekercset, és ennek az volt a módja, hogy be kellett menni egy sötét kamrába, egy laborba, és akkor egy speciális fénnyel meg kellett világítani ezt a negatívot, és az érzékeny fotópapíron pedig látni le, akkor ott megnyilvánult a maga a kép, és akkor bele kellett ilyen fixáló oldatba tenni, és akkor előjött az a kép. Ez ugyanilyen a tudatunkban is, hogy nem mindegy, hogy milyen az a kép, amit rávetítünk a tudatunkra. És hogyha azon meditálunk, amit szeretnénk, akkor az fog egy nyomot hagyni a tudatunkon, és hogyha nem vagyunk elég tudatosak, és olyan képeket engedünk be, vagy olyan filmeket engedünk be a tudatunkba, amit igazából nem akarunk, akkor azok a esetleges negatív filmek fognak hatást gyakorolni a tudatunkra. És ha megyünk tovább, ugye ezért nagyon fontos, hogy kontrolláljuk a negatív érzelmeket, hogy ne engedjük be a negatív érzelmeket, és hogyha véletlenül megjelennek, akkor tegyük ki őket. Ebben most nem fogok részletesen belemenni, mert a múlt heti előadás erről szólt, hogyha szeretnétek erről részletesebben hallani, akkor a Vedanta Klub oldalán a múlt heti előadást meg tudjátok nézni, ez pont arról szólt, hogy akkor hogyan kell a negatív érzelmeket pozitívakra cserélni, hogy hogyan kell ezt kiküszöbölni, ebben most nem megyek bele részletesen, ott meg tudjátok nézni, hogyha szeretnétek. És hogyha megyünk tovább, akkor van egy következő elv, ami nagyon fontos, hogy a rendszeres ismétlés elve. És nagyon, nagyon fontos, hogy azok a dolgok, amit rendszeresen csinálunk,
ezek fogják alakítani az életünket. Nem feltétlenül azok a legfontosabbak, hogy csinálunk egyszer valami nagy dolgot, hanem azok a rendszeres, akár napi szintű kis dolgok nagyon sokat tudnak változtatni az életünkön pozitív értelemben, és negatív értelemben is. De hogyha most belemegyünk abba, hogyha rendszeresen, mondjuk napi rendszerességgel meditálunk azon, amit akarunk, tehát, hogy megformáljuk azt a képet, és társítsuk azzal a pozitív érzelemmel, amit akkor fogunk tapasztalni, amikor elérjük azt a célt, akkor ez a rendszeres ismétlés akkor felépül, és egyre erősebb és erősebb lesz. És ez olyan lesz, mint egy mágnes, hogy fog vonzani a célunk felé. És lehet, hogy nem egyből fog teljesülni, vagy nem azonnal fog teljesülni. De hogyha erőfeszítést teszünk arra, akkor előbb-utóbb meg fog valósulni. Ha megyünk a következő diára, akkor itt van egy kisbabáról egy kis film. És azért hoztam ezt a kis filmet, hogy elgondolkoztassalak benneteket arról, hogy vajon hányszor esik el egy kisbaba, még megtanul járni. Van valami ötletetek? Hányszor esik el? Egyszer, kétszer, tízszer? Amíg meg nem tanul járni, nem? Tessék? Amíg meg nem tanul járni. Amíg meg nem tanul járni, igen. De voltak, képzeljétek, hogy voltak, akik ezt számolták. Nem tudom, hogy számolták, de több ezerszer. Tehát, hogy egy kisbaba, amíg megtanul járni, több ezerszer elesik. És ugyanígy, hogyha mi is szeretnénk valamit, akkor nem elég csak egyszer vagy kétszer megpróbálni, hanem rendszeresen kell ezt ismételni. És amit én szeretnék hangsúlyozni, hogy rendszeresen kell ismételni ezt a meditációt, vagy vizualizációt azon, amit akarunk. Mert amikor ezt ismételjük, akkor erősítjük, és akkor kialakul belőle egy momentum, hogy egyre jobban és jobban fog menni maga a vizualizáció, és egyre jobban és jobban tudjuk társítani érzelmekkel, és egyre erősebb lesz. Hogyha megnézzük, Marci, bekapcsolod a videót? Hogy akkor mi történik itt a videóba? Remélem, hogy elindul. Oké, Vejama! És látni fogják, hogy a... Try again! Vejama, Vej! No, Fila, Vej! Vej! Come on! Oh, mi történik? Kicsit szagadozik. Ugyanúgy, mint ahogy a kisbabának a járása. Halljátok most az én hangomat is? Tehát, hogy kicsit szakadozik ez a videó, de azt próbáltuk itt ábrázolni, hogy ugye próbál járni ez a kislány, és több-kevesebb sikerrel, valamennyire sikerül neki, valamennyire nem. A szülők próbálják nagyon biztatni, hogy nagyon jó lesz. Azt hiszem, van egy másik videó is. Tehát igazából itt az a lényeg, hogy próbál járni, több-kevesebb sikerrel, elég sokszor elesik, de amikor a kisbaba látja, hogy körülötte a felnőttek járnak, akkor benne is jön ez a vágy, hogy ő is akar járni, ő is akar úgy menni, mint a többiek. És
Habár nem sikerül egyszer, nem sikerül kétszer, nem sikerül háromszor, de még mindig akarja. És akkor természetesen kap segítséget a szüleiktől, a szüleik fogják a két kezét, és akkor próbálják tartani, és akkor sétál, jár a baba, jár, és akkor előbb-utóbb egyre jobban megerősödnek az izmai, megerősödik a lába, és egy idő után már megáll a saját lábán. És ugyanígy kell a vágyainkat is táplálni, a vágyainkat is segíteni, hogy kell táplálni a vizualizációval, a meditációval, és ugyanúgy, ahogy a szülők ugye nem azt mondják a kisbabának, hogy na, megint nem jársz, már háromszor elestél. Ugye, hanem próbálják biztatni, és akkor valami sikerül egy kicsit, akkor nagyon lelkesek, és hihetetlenül lelkesek tudnak lenni a szülők, amikor elkezd járni a baba. És akkor ugyanígy nekünk is pozitív érzelmekkel kell táplálni a vágyainkat, hogy akkor a saját lábukra álljanak. És hogyha megyünk tovább, akkor ugye, hogy milyen érzés az, amikor amit szeretnénk, az megvalósul. És ezt az érzést kell hozzátársítani. Tehát, hogy amikor vizualizálunk azon, amit szeretnénk, akkor fel kell ébreszteni azt az érzést, hogy milyen az, amikor ez nekem tényleg megvan már. És amikor ez a kettő kapcsolódik, akkor az nagyon erőssé tud válni. Mert az elménk, akkor nagyon nagy hatása van az elménknek a tudatunkra. És hogyha megyünk tovább, hogy itt szeretnék beszélni arról, hogy mi is ez a jó, ez még az előző videó. Aha, milyen érzés, amikor megvan az, amit szeretnénk. Jó, nézzük. Ez egy internet szakadozik egy kicsit. Aha. Good job. Aha. Lassan eléri. És szájába veszi a telefon, milyen íze van. Jó, menjünk tovább. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy milyen érzéssel párosul az, amikor elérjük a vágyunkat. És akkor itt szeretném behozni a placebo hatást. Ugye a placebo hatás az arra épül, hogy a tudatunkkal meg tudjuk gyógyítani magunkat. Ugye itt láttok egy úriembernek a képét, aki egy második világháborús orvos volt, Henry Becher, és ő arról volt híres, ugye ott a második világháborúban végezték a műtéteket a frontvonalakon, és ott ugye nagyon súlyos sérülésekkel hozták oda a katonákat, és sokszor valakinek le kellett vágni a kezét vagy a lábát, és morfiumot használtak érzéstelenítésre. Csak sokszor nagyon sok sérült volt, és nem volt annyi morfiumjuk, és akkor kifogytak a morfiumból. De viszont nagyon-nagyon erős műtéteket kellett végrehajtani az embereken. És amikor kifogytak a morfiumból, akkor azt csinálták, hogy azt mondták a katonáknak, hogy akkor most fog kapni morfiumot, és akkor felszívott a nővér injekciós tűbe egy sós oldatot, vagy desztillált vizes oldatot, és azt beadta a katonának. Hogy akkor most megkapja a fájdalomcsillapítót, megkapja a morfiumot, és akkor úgy végrehajtották a műtétet. És nagyon érdekes volt, hogy ezt rendszeresen tudták csinálni, és a katonák nem kaptak sokkot tőle, hanem ők elhitték, hogy morfiumot kapnak, és akkor végig csinálták rajtuk a műtétet, gyakorlatilag érzéstelenítés nélkül.
mert nem volt nekik már. És ez nem, hogy csak egyszer-kétszer történt, hanem ez rendszeresen történt. És amikor az orvos, amikor vége lett a második világháborúnak, ő kezdett ezen dolgozni, hogy várjunk, ez egy olyan dolog, hogy ez működik az embereken. Működik, hogy amikor elhisznek valamit, akkor az hatással van a tudatukra. Elhitték, hogy megkapták a fájdalomcsillapítót, mikor gyakorlatilag nem kapták meg, de mivel ők úgy hitték, hogy megkapták, akkor ugyanúgy reagáltak, mint azok, akik megkapták. És akkor elkezdték vizsgálni ezt a dolgot, és így dolgozták ki a placebo gyógyszereket. Például volt egy másik kísérlet. Ezt Anportnak kidolgoztak egy antidepresszáns gyógyszert, és akkor az egyik csoport betegnek ezt adták. És volt egy kontrollcsoport, akinek szintén azt mondták, hogy megkapják ezt az új antidepresszáns gyógyszert, ami gyógyítja a depressziót, de nekik nem adták a gyógyszert, nekik csak placebót adtak. És megmondták nekik, hogy ennek a gyógyszernek most valószínűleg ez a mellékhatása. Amikor visszajöttek, ugye nem tudom hány hétig kellett ezt szedni, és azok, akik tényleg megkapták a gyógyszert, akkor javulás történt az állapotukban, és akik a placebót kapták, ugyanolyan mértékű javulás történt az állapotukban. És amikor megmondták az embereknek, hogy ki kapta az igazi gyógyszert, és ki kapta a placebót, akkor voltak olyan páciensek, akik mondták, hogy itt valami tévedés van, hogy én nem placebót kaptam, én az igazi gyógyszert kaptam, mert én teljesen, még a mellékhatások is jöttek. Tehát, hogy amit beígértek nekik mellékhatásokat, azokat is produkálták. Tehát, hogy nagyon erős az elménk. Tehát, hogy nem, hogy csak produkálták a gyógyulást, hanem a mellékhatásokat is produkálták egy cukortabletta hatására. És amikor ebbe belegondolunk, akkor ez ugyanúgy ugye működik placebóként, és van ennek az ellentét, amit úgy hívnak, hogy nocebo. Nocebo az azt jelenti, hogy ugyanígy működnek a negatív dolgok is. Hogy amikor valaki bemeséli magának, hogy beteg, akkor ugyanúgy el tudja kapni a betegséget is, mikor igazából nincs neki egyáltalán betegsége. Hogy is hívják azt, aki bemeséli magának, hogy beteg? Van erre egy név, de most. Hipokonder, igen. Hipokonder, hogy valaki elképzeli, hogy ő beteg, és akkor azt fogja tapasztalni. Ott. Azt hiszem, múlt héten meséltem ezt a példát, de most, mivel ide illik, elmesélem ismét, szerintem legtöbben nem hallottátok, hogy volt egy rákos beteg személy. És ez a rákos beteg személy már annyira előre haladott volt a rákja, hogy ilyen rendesen ilyen duzzanatok voltak a nyirok csomóiba, akkor a hónai alatt, és a orvos már azt mondta neki, hogy igazából nem tud vele mit csinálni, mert már a utolsó stádiumban van a rákja. És a beteg olvasta az egyik újságba, orvosi újságba, hogy kihoztak egy gyógyszert, egy új rákgyógyszert, és ez a rákgyógyszer, ez egy új dolog, és ez valószínűleg meg fogja tudni gyógyítani ezt és ezt a rákbetegséget, és neki pont ugyanolyan nyirokrendszeri rákja volt. És elkezdett könyörögni az orvosnak, hogy szerezzen neki ebből a gyógyszerből. És az orvos szerzett neki, és elkezdte beszedni ezt a gyógyszert, és már napokon belül elkezdett javulni az állapota, és két hét alatt gyakorlatilag tünetmentessé vált, hogy akkor elmúltak a daganatok.
És el is engedték a kórházból ezt a szemét. De egy hónap múlva olvasta az újságba, hogy kiderült, hogy ez a gyógyszer ez igazából nem is hatásos a rákra. És amikor ezt meghallotta, akkor elkezdett megint betegedni, elkezdett megint, előjöttek a duzzanatai, előjöttek a daganatok, és rá pár napra, hogy ezt elolvasta, már megint a kórházba találta magát. És akkor az orvos látta, hogy itt igazából nagyon komolyan az elméje befolyásolja, hogy mi történik a testével, és akkor azt mondta neki, hogy igazából most kihozták ugyanennek a gyógyszernek egy sokkal jobb változatát. És az első változat nem volt olyan jó, de ez a második változat, ez sokkal jobb, mint az első. És akkor mondta, hogy szerzek önnek ebből, és akkor a beteg nagyon örült neki, és a második alkalommal már gyakorlatilag csak placebót adott neki. És elkezdte szedni a placebót, és megint egy pár nap alatt elkezdett javulni, és 2 hét múlva megint teljesen tünetmentes volt, és haza tudták engedni a kórházból. És akkor megint olvasta az újságban, hogy kiderült, hogy ez a gyógyszer nem, hogy teljesen nem gyógyítja a rákot, hanem még igazából olyan mellékhatásai vannak, hanem még rosszabb is lesz. És amikor a paciens ezt elolvasta, akkor teljesen összetört, és 2 nap múlva belehalt a rákba. És ez a történet csak arra azt mutatja meg, hogy nagyon fontos, hogy mi hogyan meditálunk egy betegséggel kapcsolatban, hogyan meditálunk egy célunkkal kapcsolatban, mert ugyanúgy, ahogy tud segíteni abban, hogy beteljesítjük a vágyainkat, ugyanúgy meg tudja akadályozni, hogy a vágyaink beteljesülnek. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy mi, amikor szeretnénk valamit elérni, mennyire jönnek be olyan gondolatok, vagy olyan képek az elménkben, vagy olyan érzelmek, amik ellentétes irányba hatnak, mint amit szeretnénk elérni. Mert akkor ez fogja akadályozni azt, amit igazából szeretnénk. És hogyha megyünk tovább, ugye, hogy nagyon fontos, hogy próbáljuk megérteni, hogy miért akarjuk azt, amit akarunk. Mert hogyha megtaláljuk ennek a miértjét, hogy miért akarjuk azt, amit akarunk, hogy ez miért fontos a számunkra, akkor meg fogjuk találni azt a kompatibilis érzelmet, ami ezt segíteni fogja. Tehát, hogyha a miértjeink elég erősek, akkor fel tudjuk ébreszteni azokat a pozitív érzelmeket, amik segítenek, hogy azt el is tudjuk érni. Jó? Tehát, hogyha megyünk tovább, akkor ez nagyon fontos, hogy tudjuk pontosan, hogy mit akarunk, és próbáljunk erre fókuszálni, és egy ezzel harmonizáló érzelmet hozzátenni. És azt javaslom nektek, hogy először próbáljátok ki egy vágyjal. Hogy vesztek egy vágyat, mondjuk, amit legjobban szeretnétek, amit még nem értetek el, de nagyon szeretnétek, és erre az egyre fókuszálni, most nem foglalkozni a többi vágya, mert lehet, hogy még sok minden van, de próbáljátok ki egyel, hogy erre az vágyra fókuszáltok, ezen rendszeresen, akár napi rendszerességgel rászántok legalább egy pár percet, hogy akkor előveszitek, és akkor le is írhatjátok, vagy meditálhattok az elmétekben, és gondolkodtok arról, hogy ezt miért akarjátok, és akkor felébresztetek egy ezzel
harmonizáló, pozitív érzelmet magatokban, és akkor csak ezen nyugtatjátok az elméteket, ezen gondolkodtok. És hogyha ezt rendszeresen csináljátok, akár napi rendszerességgel, akkor egy felépül belőle egy momentum. Akarom, és akkor ez fog erősödni és erősödni. Jó? Tehát, hogy ez egy napi gyakorlat. Tehát, hogyha ezt már hazavisztek ebből az előadásból, hogy kiválasztjátok, hogy pontosan, hogy mit akartok az egyik részről, és amikor gondolkodtok arról, hogy ezt miért akarjátok, és felébresztitek ez azzal harmonizáló pozitív érzelmet, és ezen napi rendszerességgel rászántok egy 5 percet és meditáltok, akkor ez elkezdi átalakítani a tudatalattinkat is. Hogy ez belemegy a tudatalattiba, és elkezdjük észrevenni azokat a dolgokat, amik ott vannak körülöttünk, és kapcsolatban állnak ezzel a vággyal, hogy tudnám ezt beteljesíteni. Jönnek lehetőségek, amik segítenek ezt beteljesíteni. Jó, tehát, hogy ez egy házi feladat mindenkinek, hogy akkor ezt próbáljátok ki otthon egy vágyjal. Ugye először ne sokkal egyszerre, először csak egyen. Ez volt az első része, tehát, hogy kitűztük a célunkat, akkor részcélokra bontottuk, fókuszáltunk rajta, és pozitív érzelmekkel társítottuk, amik harmonizálnak hozzá. Tehát, hogy ez volt a kitűzés része, és akkor most belemegyünk az elengedés részébe. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ne ragaszkodjunk túlzottan. Mert amikor valamihez, akkor az megint csak akadályozni tudja azt, hogy beteljesüljön, ugye itt láttok. Hogyha mondjuk megrendelünk valamit interneten, akkor elég egyszer megrendelni. Mert ezt lehet túlzásba is vinni, hogy akkor valaki folyamatosan próbál ezen meditálni, és akkor kicsit így rá tud görcsölni. Én azt javaslom nektek, hogy ezt mondjuk, amit előbb említettem, csináljátok meg egyszer egy nap, vagy reggel, amikor felkeltek, vagy este, mielőtt lefeküdtök, és akkor utána csak engedjétek el, hogy csináljátok a mindennapi dolgaitokat, a tanulásodokat, vagy a munkátokat, vagy a éppen amivel foglalkoztok, és akkor csináljátok tovább a napjaitokat, de akkor minden nap egy pár percet akkor szánjatok erre. Mert ez nagyon fontos az elengedés, hogy ne rendeljük meg, ugye, mert hogyha vesszük ezt az internetes példát, hogy megrendeltünk valamit, és akkor utána rá egy órára felhívjuk a internetes ügyfélszolgálatot, hogy elküldték-e már. Várjál, még most egy órája rendelted meg, még ennek van egy folyamata, amíg ez meg fog érkezni, és akkor fogják majd küldeni az értesítést, hogy éppen hol tart a megrendelésed, és akkor mikor fogják kiszállítani. De jó, nem a ügyintézőknek az idegeire sem menni, hogy akkor mindig mikor küldik már, miért nem küldik, még nem kaptam meg, stb. Hanem csak várjuk ki a sorunkat. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy tűzzük ki, és akkor engedjük el. Hogyha vesszük azt a példát, jogában van egy nagyon jó példa erre, hogy kell a vágyainkhoz viszonyulni, hogy nem szabad görcsösen ragaszkodni hozzájuk, nem szabad azt se, hogy nem foglalkozunk velük, hanem a jogában van egy olyan, hogy tónusba tartani az izmot. Ugyanúgy, amikor megfeszítjük az izmainkat, csak próbáljátok ki, hogy így megfeszítitek a kezeteket, akkor érzitek azt, hogy mit jelent az, amikor be van feszítve az izom. Amikor itt
letesszük a kezünket, és nem feszítjük, csak ellazítjuk az, amikor teljesen laza. De mondjuk, hogyha felemelitek így a kezeteket, és nem feszítitek, csak tartjátok, akkor ez az, amikor tónusban van tartva az izom. Nincs befeszítve, de nincs elengedve. És ugyanezt kell csinálni a vágyakkal kapcsolatban is, hogy tónusba kell tartani. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, de nem szabad túl ráfeszülni se. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy naponta foglalkozunk vele egy kis időt. Én javaslok egy 5 percet, lehet többet, egy kicsit kevesebbet, ahogy gondoljátok. De nem foglalkozzatok vele egész nap, mert akkor túlzottan ragaszkodni fogtok hozzá. De ne is felejtsétek el, hogy akkor valaki csak így elfelejti azt a vágyat. Hanem ez a szó rá, hogy így tónusba kell tartani, hogy minden nap emlékezni kell rá valamennyit, minden nap adni neki egy kis meditációt, és akkor utána csak foglalkozni a mindennapi dolgainkkal. Jó? Tehát, hogy ezt jelenti, hogy elengedni, de tónusba tartani. Nem görcsölni, hanem így, igen, ez a jó szó, hogy tónusba tartani ezt a vágyat. Jó, menjünk tovább. Tehát, hogy ez volt az elengedés része. A következő része, hogy ugye beszéltünk már ugye a negatív érzelmekről, pozitív érzelmekről, és ezek a pozitív érzelmek, mint például hála vagy bizalom, az előre visz bennünket. A félelem ugye az pedig fékez. Tehát, hogy az érzelmekkel kapcsolatban, hogyha vesszük ezt az autós példát, amit itt láttok remélhetőleg a képen, hogy amikor pozitív érzelmeket tankolunk a vágyunknak a benzintankjába, akkor hogyha megnyomjuk a gázpedált, akkor tudunk előre menni. A negatív érzelmek azok pedig fékeznek bennünket. És ugyanúgy, ahogy egy autón van gázpedál, van fék is, mind a kettőre szüksége van. Ugyanúgy a negatív érzelmek is van, amikor szükségesek. Szükségesek akkor, amikor valamilyen nehéz helyzetbe kerülünk, vagy veszélynek vagyunk kitéve, szükséges, hogy meg tudjunk állni egy veszélyes helyzetben. De hogyha folyamatosan nyomjuk a féket, akkor nem tudunk előre menni. El kell tudni engedni a féket, és meg kell tudni nyomni a gázpedált. Ki kell engedni a kéziféket. Lehet, hogy már ti is vezettetek úgy autót, hogy elindultatok, de még a kézifék behúzva maradt, velem már előfordult egyszer-kétszer, és akkor nem érti az ember, hogy miért nem megy ez az autó. Hogy azért nem megy, mert be van húzva a kézifék. És nagyon fontos, hogy ezeket a negatív érzelmeket, ezek a félelmet, vagy bizonytalanságot, kétségeket el kell engedni, és akkor tud előre menni az autó. És ez a bizalom, ugye, amiről itt ez a 6. pont, hogy amikor bízunk abba, hogy miért ne teljesülhetne ez a vágy? Ugye akarok valamit, és hogyha én bízok ebbe, hogy jó, miért ne teljesülhetne? Hogyha megyünk a következő diára, ugye különböző féleképpen lehet ezt a bizalmat befektetni. Ugye, hogyha valaki kezdheti saját magával, hogy bízok magamba, bízok a saját erőmbe, a fizikai erőmbe, az elmémnek az erejébe. Igen. Oké, még egyet lépjünk, erről már beszéltem. Tehát, hogyha bízunk az elménknek az erejébe, bízunk önmagunkba, vagy bízunk a barátainkba, bízunk a munkatársainkba, akik körülvesznek bennünket, akkor ez fontos ebből a szempontból, hogy bízunk bennük, vagy, hogyha valaki bízik univerzumban, vagy bízik a legfelsőbb szemében, Istenben, tehát, hogy valahova valamennyi bizalmat be kell tudnunk fektetni, hogy ez a vágyunk, ez be tud teljesülni, mert hogyha nem bízunk ebben, akkor a féket nyomjuk.
És hogyha van bizalom, hogy igen, ez lehetséges, ez számomra is lehetséges, és hogyha adjuk ezt a bizalmat, akkor előre tudunk haladni, és akkor az autó el tud indulni. Jó, ez volt a bizalom, tehát, hogy kell belefektetni, hogy igen, ez nekem sikerülhet. Ez elérhető az én számomra. És a hetedik, az utolsó pont pedig arról szól, hogy nyitottnak lenni, nyitott szemmel élni, hogy észrevegyük, hogy amikor postázzák nekünk a vágyaink beteljesítését. Tehát, hogy ismerjük föl, ugye itt van egy kis videó erről, egy kis videó bejátszás, hogy jön a postás, vagy jön a GLS futár, és akkor hozza azt, amit megrendeltünk, hozza a csomagunkat, és akkor engedjük be, hogy akkor át tudjuk venni a megrendelésünket. És hogyha megyünk a következő diára, akkor van, amikor a csomagolás az megtévesztő tud lenni. Még ez az előző. Tudsz a következőre lépni? Tehát, hogy van, amikor nehézségekbe van csomagolva. Amit mi szeretnénk, akkor egy olyan formában nyilvánul meg, ami kívülről nem úgy néz ki. És lehet, hogy ezt mindannyian tapasztaltátok már, hogy amikor elkezdtek csinálni valamit, akkor jönnek nehézségek, vagy jönnek úgynevezett problémák, de nem problémáknak nevezném őket, hanem kihívások. És amikor ezekre a kihívásoktól nem ijedünk meg, hanem ki tudjuk csomagolni, akkor meg tudjuk kapni azt, amit igazából akarunk. Van ez a mondás is, hogy Isten az ajándékait nehézségekbe csomagolja. Ugyanúgy, amikor mi el akarjuk élni azt, amit szeretnénk, akkor számítanunk kell arra, hogy lesznek nehézségek, vagy lesznek kihívások ezzel kapcsolatban is. Vannak tesztek, hogy akkor nem adják oda teljesen ingyen, hanem ugye ugyanúgy, amikor jön a futár, ugye megérkezett a csomagunk, kicsit nem olyan szépen van becsomagolva, hogy amikor megérkezik a csomagunk, hogy akkor ne adjuk vissza a csomagunkat, hanem ki tudjuk bontani a nehézségek közül. Tehát én is úgy szoktam, amikor akarok valamit, és jönnek nehézségek azzal a valamivel kapcsolatban, az egy jó jel. Az azt jelenti, hogy jó az irány. Amikor ezt nem tudjuk, és jönnek nehézségek, akkor, és megijedünk a nehézségektől, az pont olyan, mint amikor hozza a futára a csomagunkat, és ránézünk a csomagra, és akkor mondjuk, hogy hát én nem ezt rendeltem. És akkor visszaküldjük a csomagot. De amikor vagyunk annyira bátrak, hogy a nehézségeket elfogadjuk, mint kihívások, és elkezdjük kicsomagolni, akkor abban ott lesz benne, amit megrendeltünk. És tehát, hogy ez egy nagyon fontos, hogy merjük kicsomagolni az ajándékunkat. Nem olyan formába fog jönni, mint amilyen formába mi azt elképzeltük. És ez egy másik nagyon fontos pont, ez egy másik nagyon fontos elv, hogy nem feltétlenül olyan módon fog jönni, amit szeretnénk, mint amit mi elképzeltünk. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy hogyan teljesül a vágyunk, abban legyünk nyitottak. Mert nem biztos, hogy pont úgy fog teljesülni, mint ahogy szeretnénk. Velem is számtalanszor volt úgy, hogy egy teljesen olyan forrásból érkezik meg azt, amit szeretnénk, amire egyáltalán nem is számítottam. És ez rendszeresen előfordul. Tehát, hogyha szeretnétek valamit, szeretnétek azt, hogy az megjöjjön, akkor hogyha jönnek nehézségek, akkor csak gondoljátok át, hogy oké,
lehet, hogy itt jön az, amit szeretnék, csak be van csomagolva nehézségekbe. És merjétek kibontani a nehézség, merjétek kibontani a csomagot. Ez egy nagyon fontos elv, számtalanszor, nagyon sokszor így jön. Hogy ne ijedjetek meg a nehézségektől, ne ijedjetek meg a kényelmetlenségektől, mert le leszünk tesztelve. És hogyha túl kényelmesek vagyunk, hogyha nem akarunk kimozdulni a komfortzónánkból, akkor nem fogjuk megkapni azt, amit szeretnénk. Jó? Tehát, hogy ez még a nyitottsághoz tartozik. És szeretnék még megosztani veletek még a nyitottság kapcsán egy kis történetet. És ez a történet arról szól, hogyha az, amink van, megosszuk másokkal, akkor még többet fogunk kapni. Ez is egy elv. És ezzel kapcsolatban szeretnék elmesélni nektek egy kis történetet, a Jordán folyóval és a két tengerrel kapcsolatban. Az egyik a Holtenger, és a másik pedig a Galileai tenger. Nem tudom, hogy volt-e valamelyik őtök már Izraelben. És Izrael úgy néz ki, hogy ugye ott van a Jordán folyó, és van a Jordán folyón két úgynevezett tenger, amik igazából nem tengerek, csak nagy tavak, csak annak hívják őket, hogy Galileai tenger és Holtenger. És hogyha megnézzük ezt a két tengert, akkor van egy nagyon fontos különbség a kettő között. Hogyha megyünk a következő képre, az egyik tenger, a Holtenger, ugye ahogy a neve is mutatja, hogy egyáltalán nincs benne élet. Hogy igazából egy tömény sóoldat ez a tenger, és nagyobb a sótartalma, mint a igazi tengereknek. Nem is tudom hány százalékos, valami, nem tudom, 30-valahány százalékos. Tehát, hogy egy igazi komoly sóoldat, és ez olyan tömény, hogy egyetlen élőlény se él benne, nincsenek benne halak, nincsenek benne növények, mert ugye még a bizonyos élelmiszereket is sóval szokták tartósítani. És ebbe a holt tengerben nem él meg egyetlen élőlény se. Na mi jön? Te látod? Látszik a következő kép? Nem. Ugye én sem látom, valami leakadt. Tessék? Megtartotta magának. Nézzük hát, ha sikerül. Én még nem látok itt semmit. Most talán lesz valami. Mert az a különbség a kettő között, hogy a Galileai tenger viszont tele van élővilággal, tele van halakkal, tele van növényzettel, és ott van igazi élet. És a furcsa az egészben, hogy mind a kettő tavat vagy tengert ugyanaz a folyó táplálja. Miért van, hogy az egyikben egyáltalán nincs élet? Miért van az, hogy a másik pedig tele van élettel? És hogyha emlékeztek még a korábbi ábrára, az egyetlen különbség az az, hogy a Galileai tengeren átfolyik a Jordán folyó, és a Holtengerbe pedig nem folyik át, ott csak beleérkezik, és nem megy tovább a víz. Tehát, hogy ugyanígy, amikor mi megosszuk másokkal azt, amink van, akkor rajtunk is átáramlik ez a kegy, átáramlik ez az energia. De amikor csak mindent meg akarunk tartani magunknak önző módon, akkor ott megáll, és akkor nem megy tovább, és akkor nincs a keringés. Ugyanígy, hogyha testünkbe csak vesszük mondjuk a ujjainkat, hogyha az egyik ujjunkat mondjuk egy zsinórral csak elkötnénk, akkor az elkezdene elsorvadni. Hiába van benne vér, mivel az a vér nem mozog, akkor az elkezd ott csak pangani, és akkor előbb-utóbb le kellene vágni azt az ujjunkat, mert elkezdene üszkösödni.
De hogyha folyik benne a vér, akkor folyamatosan van táplálva, és a salakanyag el van vívve, és akkor tökéletesen működik. Na most megérkezett. Kis késéssel, de megérkezett. Tehát, hogy ugye ez az egyik tenger, ez pedig a másik. Ugye a bal oldalon ez a zöld tenger, ez a Galilei tenger, és ez a tenger tele van élettel, a partja is tele van élettel, és a holtenger pedig gyakorlatilag élettelen az egész. Tehát, hogy amikor áteresztjük ezt az energiát, áteresztjük ezt a kegyet, akkor újra és újra tudunk többet kapni. És akkor, hogyha szinkronban vagyunk a körülöttünk lévőkkel, körülöttünk lévő személyekkel, a természettel, akkor tudnak teljesülni a vágyaink. És hogyha megyünk tovább, már mindjárt gyakorlatilag befejezzük, és akkor jobban fogunk élni. És hogyha csak az egész előadásból meg tudjátok jegyezni azt, hogy mi a siker kulcsa, és hogyha lépünk tovább, a siker kulcsa gyakorlatilag ez, hogy egy világos cél és egy emelkedett pozitív érzelemnek az együttese. Hogyha ezt megtartjuk a céljainkkal kapcsolatban, akkor fogjuk tapasztalni, hogy nagyon hatékonyan, nagyon dinamikusan tudnak beteljesülni a vágyaink. Tehát általában, ahol el szokták rondani az emberek 97%-a, ugye, hogy eleve nem is tűznek ki konkrét célokat, csak ábrándok vannak a fejükben, és nincsenek ezek rendesen megformálva. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ezt egy pozitív érzelemmel kell társítani. Mert hogyha van egy világos célunk, de mindig aggódunk és félünk, hogy hát úgyse fog sikerülni, akkor az tényleg olyan, mint amikor egy autóval úgy próbálunk elindulni, hogy be van húzva a kézifék. Tehát, hogy ki kell engedni a féket, tehát, hogy kell ez a kettő, kell egy konkrét cél, és kell egy pozitív érzelem, ami ezzel kompatibilis. És hogyha még egyszer végigmegyünk ezen a 7 dolgon, ugye, hogy kell egy pozitív, vagy kell egy cél, ezt próbáljuk azért részcélokra bontani, hogy milyen lépések vannak, milyen lépéseken kell keresztül mennünk, akkor fókuszáljunk arra, amit szeretnénk, akkor pozitív érzelmekkel társítsuk. Ne görcsöljünk rá, hanem engedjük el, próbáljuk ezt elengedni, akkor bízunk benne, hogy ez megvalósulhat, és legyünk nyitottak, amikor ez megérkezik hozzánk. Tehát, hogy engedjük be a postást, engedjük be a GLSL futárt, hogy itt van ez a 7 pont, amiről beszéltem. És akkor a 8., ami a 2 tengerrel kapcsolatos volt még pluszban, hogyha sikerül elérni azt, amit szeretnénk, akkor ezt osszuk meg másokkal is. Mert ugyanúgy, hogyha bármink van, és nem osztjuk meg másokkal, akkor az nem lesz izgalmas. Ugyanúgy, hogyha valaki vesz egy új autót, egy vadonatúj, nagyon jó autót, egy Ferrarit, de nem tudja azt senkinek megmutatni, nem tudja azt elvinni, és nem tudja az egyik barátját se elvinni egy próbaútra, akkor igazából nem sok értelme lesz. Tehát, hogy akkor tudunk igazából örülni annak, amink van, hogy ezt megosztjuk másokkal. Jó, én körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Van esetleg kérdésetek az elhangzottakhoz, akkor körülbelül ugye másfél órát beszéltem. Van-e valami hozzáfűzésetek, kérdésetek? Nekem lenne egy kérdésem. Igen. Lehet hallani rendesen? Igen, hallom. Jó. Az a kérdés merült fel bennem, hogy amikor teljesülnek a vágyaink, akkor, mert vele teljesülnének, akkor az tud adni egy ilyen
büszkeséget, tehát megerősíti az egónkat, hogy igen, én kitűztem ezt a célt, és sikerült teljesíteni. És hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy ne ez a büszkeségünk nőjön meg, mert ugye ezeket a dolgokat igazából csak kapjuk a legfelsőbb személytől, és hogy mi erre a jó, a megfelelő gyakorlat, hogy megmaradjon az egészséges önértékelésünk és önbizalmunk, de mégse legyünk büszkék rá, hogy akkor nekünk ez sikerült. Aha, aha. Igen, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy kell, hogy tápláljunk egy egészséges alázatot. Ugye, mert hogyha megnézzük, hogy bármink, amink van, ahhoz mások hozzájárulásával jutottunk hozzá. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy azt a többi szemét ne felejtsük ki a képből. Ugye, mert büszkeség az azt is jelenti, hogy én csak az én saját erőfeszítésemből jutottam el eddig, ahol vagyok. De ugye, hogyha megnézzük a példát, hogy maradjunk a kisgyereknek a példájánál, aki tanul járni, tehát, hogy ott a szüleik nagyon sokat segítettek neki abba, nekünk is segítettek abba, hogy mi is megtanuljunk járni, és annyi mindent kaptunk a szüleinktől is, és annyi mindent kaptunk a tanárainktól, a rokonainktól, a barátainktól. Tehát, hogyha nem felejtjük el, hogy mennyi mindenki részt vett abban, hogy én azt elérjem, akkor az tud lenni egy egészséges egyensúly az önértékelésem, és aközött, hogy jó, de ebben mások is részt vettek. Volt egy autóversenyző, nem emlékszem már a nevére, amikor megnyerte, azt hiszem, valamelyik Forma 1-es bajnokságot megnyerte, és akkor kérdezték a riporterek, hogy akkor hogy gondolkodik erről a győzelemről, és akkor a versenyző azt mondta, hogy ez egy csapatmunka volt. Tehát, hogy én ültem az autóba, de én csak része voltam egy csapatnak. És én ültem az autóba, és én versenyeztem, de nem is tudom, mondta, hogy hány ember dolgozott még abba a csapatba, akik mögötte voltak, akik segítették, hogy ő elérje azt az eredményt. És mondta, hogy ő mindig emlékszik azokra a személyekre, akik segítették őt abban, hogy eljutott ide, hogy akkor ő most megnyerte, nem csak egy Forma 1-es futamot nyert meg, hanem egy egész, ugye egy szezont megnyert, ő lett az első a szezon végén. És ugyanígy, hogyha mi is tudunk emlékezni mindazokra, akik részt vettek a mi sikerünkben, hogy mi elértünk valamit, akkor azt tud egy egyensúlyt teremteni. Hogy okay, de nem én voltam egyedül, hanem én sok segítséget kaptam, és amikor emlékszünk azokra, akik segítettek nekünk ebben, akkor ezt egy helyes arányba tudjuk tartani. Mi is része vagyunk a folyamatnak, de nem csak mi vagyunk része. Ugyanúgy, hogyha bármire tekintünk, amit már elértünk, és gondolkodunk azon, hogy kik segítettek nekem ebbe, akkor mindegyik eredménynél föl tudunk sorolni egy jó pár szemét, akik részt vettek ebbe, és hogyha őket nem felejtjük el, akkor tudunk egy egészséges egyensúlyt teremteni ebben. Ez így jó? Oké. Valami más még esetleg? Valakinek? Cseten keresztül. Nézem, hogy csetben van-e valami kérdés. Ott nincs kérdés. Jó. Akkor még egy nagyon gyors összefoglalás. Ugye, akkor beszéltünk erről a 7 dologról, de onnan indultunk ki, ugye a vágy a kvantumfizikája, hogy a tudatunk hatással van a körülöttünk lévő fizikai valóság, ugyanúgy, ahogy egy kvantumfizikai kísérletben a megfigyelőnek a
hogy a kísérlet végzőjének a tudata hatással van a kísérletnek a végeredményére. Ugyanúgy a mi saját kvantumfizikai kísérletünkbe, a vágyaink kvantumfizikájába, mi, mint személyek, hatással vagyunk arra, hogy mi történik velünk, mi történik a mi laboratóriumunkban, és hogyha a tudatunkat fókuszáltan, frissen és pozitív érzelmekkel telien tartjuk, akkor a vágyaink sokkal-sokkal dinamikusabban és sokkal-sokkal nagyobb valószínűséggel és sokkal gyorsabban tudnak teljesülni. Tehát, hogyha szeretnétek a ti saját vágyaitokat is dinamikusan beteljesíteni, akkor ez az én javaslatom, vagy ez az én formulám, amit én használok, amikor én vagy a lelki, vagy a anyagi természetű vágyaimat be tudjam teljesíteni, akkor ezeket használom, és ezek nagyon, nagyon hatásosak. Én amikor még egyetemre jártam, vezetési tanácsadóként végeztem, és már ott is voltak nagyon, nagyon jó tanáraim, akik tanítottak erre, a szüleimtől is nagyon sok inspirációt kaptam. És amikor foglalkoztam lelki gyakorlatokkal, akkor ezeket próbáltam átültetni a lelki gyakorlatoknak a szintjére, a meditációba, és gyakorlatilag ezek elvek, amik az élet minden területén működnek, anyagi téren, lelki téren, mindenhogy működik, és hogyha ti is szeretnétek, hogy a vágyaitok beteljesüljenek minél dinamikusabban, minél jobban, akkor azt javaslom, hogy ezt alkalmazzátok. Jó, valakibe felmerült még esetleg kérdés? Hogyha nem, akkor köszönöm szépen a figyelmeteket. Jövő héten folytatjuk. Jövő héten nem szerdán lesz az előadás, hanem csütörtökön. Csütörtök este 6-ra tervezzük. És gondoltam egy olyan előadásra, hogy ugye a Mind Workout-nak a területén, hogy mit csináljunk akkor, hogyha valaki megbántott bennünket. Lehet, hogy talán veletek is előfordult már nagyon-nagyon ritkán. Valaki esetleg megbánt benneteket. És amikor megbántanak bennünket, az nagyon fájdalmas tud lenni. És arról fogok beszélni, hogy mit kell olyankor csinálni, amikor tapasztalunk egy ilyet, és hogy kell ezt feloldani, és hogy lehet áttransformálni, hogy akkor ez ne akadályozzon bennünket, ne akadályozza még azzal a személlyel való kapcsolatunkat is, hogy ne is féljünk tőle, vagy ne aggódjunk miatta, hanem akkor hogy kell ezt a helyesen kezelni. Akkor köszönöm szépen a figyelmeteket, akkor ugyanígy a jövő heti eseményt akkor meg fogjuk hirdetni a Vedanta Klub oldalán, és akkor ott tudunk találkozni. Köszönöm szépen, és akkor további szép napot nektek, és az a kérésem, hogy alkalmazzátok ezeket az elveket a gyakorlatban, és hogyha valamilyen sikert értek el, akkor kérlek, írjátok meg nekem, vagy messengeren, vagy e-mailben, hogy akkor mi történt, ez nekem is nagyon jó visszajelzés, hogy akkor ti is sikeresek vagytok az erőfeszítéseitekben. Akkor köszönöm szépen, és akkor további szép napot nektek, és hogyha tetszett, és kíváncsiak vagytok a jövő heti előadásra, akkor jövő héten ismét találkozunk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!